sok jó ember valóban kis helyen elfér. A bibliai történetek mindig valami hatalmas problémájuk volt az embereknek, és akkor jött egy csoda. És ezt éltem én meg, mert hogy volt egy hatalmas problémánk, hogy a gyönyörű bábjaink sajnos zsákokban voltak, és ez engem nagyon bántott, és úgy jött ez a gondolat, hogy de jó lenne valahol kiállítani őket, hogy lássuk mindig, hogy milyen szépek, és tudjuk őket könnyebben elővenni és használni, mert ezeket folyamatosan használjuk. Tehát innen jött az ötlet. Létavértesen 15 esztendővel ezelőtt alakult meg az óvoda pedagógusokból álló bábcsoportunk. Már a kezdetekkor célul tűztük ki, hogy minden évben bábszínpadra állítunk egy népmesét óvodásaink örömére. Ez a tevékenység magába foglalja a mese dramatizálását, bábok, díszletek és jelmezek elkészítését és a bábjáték előadását. Bábjaink sokfélék. Hozzon a gyermekeknek mindenki, amit tud. Játékot, zenét, örömet. Szeretettel köszöntöm Önöket Kodály Zoltán örökérvényű soraival, a város önkormányzata és a magam nevében. Teszem ezt azzal a megnyugtató megállapítással, hogy a történelem időnként jó dolgokban is ismétli önmagát. 2010. augusztusában, amikor a Gyermeksziget óvoda szép imponzáns épülete átadásra került, ebben a házban megszűnt a gyermekzsivaj. Ma azonban ismét élet teremtődik eme rideg falak között. A ház vidámsága újjászületik. A korszerű tárgyi feltételek mellett előbb Balló Zoltánné és Kántor Lászlóné, majd Harmati Zoltánné vezetésével kiválóan működik az óvoda pedagógusok közössége. Olyannyira, hogy eltelt 11 év, ami alatt papné Győri Tünde irányításával plusz feladatot is tűztek ki célul maguk elé. Bevezették a bábozás, bábkészítés szeretetét az intézmény falai közé. És olyannyira komolyan gondolták, hogy 2007-től a Cifra Palota bábcsoportként működve, országos rendezvényeken megvérettetve magukat sok díjjal és elismeréssel gazdagodott a közösség. Rendeztek bábkiállítást, ahol a bábozás ikonja Kemény Henrik eszközeit láthatta nagy érdemű. Így gyermekkorunk kedvence, Vitéz László és az ördög figurája is megelevenedett. A helyi kulturális eseményeken szinte állandó fellépőként járulnak hozzá azok sikeréhez. Így az előadásaik révén rövid idő alatt értek el ismertséget és elismertséget is. Városunk történetében, ezen belül a Létavértesi Gyermeksziget óvoda bölcsőde életében kincs a bábkincstár múzeum létrehozása, hiszen az évek alatt felhalmozott bábok most méltó helyre kerülnek. Egy olyan idézettel szeretném kezdeni köszöntőmet, mely nem csak az intézménybe járó gyermekekre, hanem az intézmény dolgozóra is egyaránt igaz. A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. Intézmény vezetőként célom, hogy a kolléganőimnek, munkatársaimnak egyforma esélyt biztosítsak szakmailag támogassam előrejutásukat, örüljek örömüknek, mindeközben próbáljam megvédeni őket a kudarctól és a bánattól. Tünde is olyan, mintha a gyermekem lenne. Egyik a sok közül, aki ösztönösen elindult egy úton, és valami maradandót hozott létre. Figyelve munkásságát, energiáját, úgy éreztem, hogy ezt magasabb szinten, nagyobb elismeréssel, mesterpedagógusként is folytathatná. Ezért arra ösztönöztem, hogy meglévő tudását egy masterprogram keretében valósítsa meg. Biztatást igényelven, kezdetben kicsit bizonytalanul, elindult az úton. Ötletelni kezdett,
kutakodott, pályázati lehetőségeket keresett. Mesterprogramját sikeresnek ítélték. Megvalósulása folyamatban, melynek első lépése a múzeum létrehozása. Az elkészült bábok reméljük, hogy sokszor használatban lesznek még, hiszen azt gondolom, hogy így is nagyon szépek kiállítva, hogyha majd megnézzük őket, de akkor lesz igazán szép, vagy akkor lesz a legjobb, hogyha újra életre kelnek majd egy-egy mese, egy dráma, vagy éppen egy bibliai történet képében. És hogyha ez megtörténik, akkor azt gondolom, hogy az előadók, az alkotók elérték céljukat, hiszen megnevettetik a gyerekeket, vidámságot, örömet hoznak a szívükbe, és sőt a felnőttek szívébe is. És én azt kívánom, hogy váljon valóra az, amit a Szentírás mond, hogy tapasztalják meg azt az alkotók és előadók, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül, aki mást megvigasztal, az maga is megvigasztalódik. Hát ezt a vigasztalás, örömátadás, örömét, lehetőségét kívánom a bábcsoport tagjainak, és magunk részére pedig az örömöt, hogy részesei lehetünk sok szép előadásnak még. Amikor bejöttem, gondoltam, hogy lakodalom van, aztán kiderült, hogy nem lakodalom van, de mégis lakodalom van. Mert a lakodalom az, ahol valaminek a jövőjéről döntenek. Ha nem lenne férj és feleség, akkor nem valószínű, hogy lenne talán bizonyossággal ennek a családnak, amelyik aznap alakult, utóda. Nagyon sok helyen járok ebben az országban, és látom azt, ahogy kollekciók tűnnek el, szűnnek meg, bedarálódnak, semmivé lesznek. És egyszerűen az a rengeteg alkotó munka, amelyikről itt nagyon komoly és nagyon helyes dicsérő szavak szóltak, eltűnik. Olyan helyet találni, ahol a reménye megvan, hogy ezek nem pusztulnak el, sőt, egy olyan tér keletkezik, amelyik szinte hívogatja magához a többit, a bábokat, a bábokon keresztül a nézőket, egyáltalán bárkit, aki a kultúrához kapcsolódni szeretne, az maga a kincs. Hogy létavértesen ilyen épülhetett, azért én nagy tisztelettel gratulálok. Gratulálok azoknak, akik a döntést hozták, gratulálok azoknak, akik ezt az egészet létrehozták, a szó olyan értelmében, hogy itt a fehér falak várnak bennünket, és hát minden készen van, és amit úgy tűnik, talán val bele élet is egy előadás. Minden rendben van. El ne romoljon! Taps! Világban. Maradjunk inkább egyen! Húzzá!